Szerbiai magyar családról szól a film, amelynek fiúgyermeke elmenekül egy kábítószer függőséget kezelő központból. A szülők egymást hibáztatják gyermekük sorsáért, és igyekeznek megtalálni fiúkat. Voltak nekem több barátom is, megismerősöm, akik hasonló módon haltak is meg kábítószertől, és egyszerűen úgy éreztem, hogy ezt érdemes erről beszélni, vagy fontos erről beszélni. A film egy újvidéki írónő, Judita Sálgó Minotaurus novellája alapján készült. Tolnai elmondta, hogy alkotásának egyik legfontosabb metaforája az erdő. Próbáltam valahogy egy ilyen metaforát kihozni az egész, ez az erdő, mint labirintus, mivel maga az est is Minotaurus, tehát hogy az egész, ez egy ilyen, hogy meglegyen a szimbolikája, és kerestem egy ilyen utat az erdőbe, ami emlékeztet valahogy egy ilyen ösvényre, vagy alagútra. És nem találtam, és végül az interneten futottam rá, ez Ukrajnában van, Csernobiltól nem messze. Az erdő Tolnai Szabolcs negyedik játékfilmje, amit magyar-szerb koprodukcióban készítettek. A 7. Cinema City Nemzetközi Filmfesztivál június 28-áig tart Újvidéken. Az érdeklődők több mint 120 filmet nézhetnek meg több kategóriában.